önkéntességet, pontosabban külföldi lehetőségeket népszerűsít az az országos karaván, amelynek következő állomása holnap Kolozsváron lesz. Az esemény szervezője a Diakónia Keresztjén Alapítvány, amely évek óta fogad önkénteseket egész Európából. Mi arra voltunk kíváncsiak, mennyire tudnak bekapcsolódni az itteni szociális programokba, és egyáltalán mi ösztönözte őket arra, hogy mindezt vállalják. A helyszín a kolozsvári Nikolai Titulescu iskola. A Diakónia Keresztény Alapítvány a hazaiak mellett évek óta fogad külföldi önkénteseket. Ők többek között a mérai, idős és roma gyerekek programba kapcsolódnak be. Különböző az alapítványt és magát az önkéntességet népszerűsítő rendezvényekbe, és nemrég a kolozsvári Titulescu iskolában a délutáni gyerekekkel való tevékenységnél is jelen vannak. Volt egy kezdeti kiváltó ok, amiért kialakult a program, hogy megszűnt, egy iskolában megszűntek magyar osztályok, és akkor onnan a gyerekek átjöttek ide a Titulescuba, és hát távolabb laknak, és akkor kellett őket kísérni, és több tényező miatt szükségessé vált, úgynevezett szükségessé válik ez a délutáni támogató segítség. Igazából ez már ilyen életforma volt nálunk otthon, ugyanis van 4 fiatalabb testvérem, úgyhogy önkéntes munka nélkül a családon belül se tudtunk működni, és én azt tapasztaltam ezek alatt a kicsi önkéntes munkák alatt is, hogy én ebből nagyon sokat tanulok, és nagyon sokat kapok vissza, és nagyon sok ismerős mondta, hogy volt ilyen önkéntes diakónia éven külföldön, és mindenki csak jót mondott róla. És így gondoltam, hogy szeretnék egy kicsit az elméleti tanulás után valami gyakorlatit is csinálni itt. Elején meghúzzuk a határainkat, az általában 1 hónap átlag egy önkéntesnek, amíg próbálgatnak a gyerekek, hogy na akkor mit lehet, meddig lehet elmenni, mennyire engedékeny, stb. És aztán miután megvan ez a nehéz 1 hónap, ez a kupálódás, utána lehet segíteni a házi feladatban, ugye itt ez az elsődleges profi ennek a délutáni foglalkoztatónak, viszont később 2-3 hónap elteltével már a gyerekek megosztották velem otthoni gondjaikat is, az egymással való problémáikat, az osztálybeli konfliktusokat, és ezekben is lehet segíteni, hogyha volt, aki nem mert elmondani a szüleinek, hogy itt őt bántják, és nekünk elmondta, és akkor tudtuk kapcsolatot létesíteni a szülővel, és így segíteni. Tehát gyakorlatilag minden téren lehet nekik segíteni már. A helyek, ahol kell dolgoznunk, tehát például itt a Titulescu iskola, és azok az általános iskolát, amiket Magyarországon megismertem, meg ahol tanultam, azért eléggé más. Tehát, hogy így ilyen különbséget tapasztalok. Mások a szabályok, az egész felfogás, a tanterv, minden, és ez még úgy hozzá kell szoknom nekem is. De amúgy a gyerekek itt is ugyanolyan aranyosak, úgyhogy mivel vannak német önkéntes társaim, és velük angolul kell beszélni, ezért a nyelvet is tanulok, ugye itt románt is tanulok, akkor hát egy kicsit egy másik kultúrát megismerek, illetve hát az, hogy hogyan kell a gyerekekkel foglalkozni, egy új közösségben meglenni, ezt mind tanulom, és ezáltal fejlődök. Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy nagyon sokat segít a gyermekeknek ez a délutáni tevékenység. Először is azért, mert felügyelet alatt vannak, miközben a szülők akár még dolgoznak és hazamennének, egyedül vannak otthon. Másodszorban azért, mert segítünk nekik a házi feladatok megoldásában, illetve különböző problémáikban lelki támaszt is nyújtunk, beszélgetések vagy játékok kapcsán feldolgozhatnak ők különböző konfliktus helyzeteket. Készség, képességfejlesztés is történik. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Kovács József, önkéntes programkoordinátor. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Hát kezdjük mindenek előtt azzal, hogy pontosan miről is van szó, mi az, amit esetleg a riportból nem tudtunk meg, milyen rendezvényről, milyen szervezetről van szó. Tehát a Diakónia Keresztjén Alapítványnak az önkéntes programjáról van szó, az EVS programot mutatták be, 2 önkéntesünket. Na most
Ez milyen program volt? Tehát ami holnap lesz, ez arról szól, ez a igen. trikó, tehát holnap lesz egy EVS karaván, vagy Európai Önkéntes Szolgálat karaván. Meg tetszik engedni, én megpróbálom ezt megmutatni azért, hát hogyha a kollégáknak sikerül bizonyára is. És közben mondhatjuk, igen, hogy... tehát mi is ez? Egy MOVE mobilitás projekt, amit a Provobis és a Kolozsvári Önkéntes Központ írt meg, megnyerték, az Európai Bizottság finanszírozza, és a Fiatalok Lendületben program által jut el majd a pénz arra, hogy minden egyes, tehát 20 helységben ez a karaván él, fiatalokat lendületbe hozza. Arról van szó, hogy 20 különböző helységben és Bukarestben az IVS-ről, erről a csodálatos lehetőségről informáljuk az érdeklődőket, alapítványokat, egyesületeket és főleg a fiatalokat. 18-30 éves fiataloknak szól ez a program. Mi 2007 óta akkreditálva vagyunk, 2007 óta küldünk, fogadunk és koordinálunk önkénteseket. Tehát küldünk európai országokba és fogadunk Európából önkénteseket. Ehhez elmondanám, hogy tavaly például 11 fiatalt küldtünk külföldre, ez egy óriási szám. Ezt akartam megkérdezni, de aztán utána remélhetőleg igen. nem szakítom meg annyira, hogy nyugodtan. Ne tudja folytatni a gondolatmenetet, hogy ez az önkéntes mozgás, mondjuk ez a mobilitás. Igen. Egyelőre úgy éreztem én legalábbis, de lehet, hogy tévedek, hogy Nyugat-Európából jön felénk. Most már vice versa is történik? És örvendenék, hogyha azt hallanám, hogy igen. Igen, igen, tehát mi is küldünk ki önkénteseket, mondjuk Romániából kevesebb fiatal megy külföldre érdekes módon, mint amennyien jönnének. Az a gond, hogy nem igazán ismerik a fiatalok ezt a lehetőséget, ezért kaptunk az alkalmon, és megpályáztuk. Ez is egy pályázat volt, és mi nyertük meg Kolozs megyében, hogy ezt a karavánt megtarthatjuk, úgynevezett karavánt. Mert lényegében a szó az csak szimbolikus. Most éppen a bemutató Konstancán zajlik, holnap Kolozsváron lesz, és holnap után a záró momentuma a Sepsiszentgyörgyön lesz. Tehát szeptember 20-21-én indult meg ez a projekt, és holnap után lesz a záró bemutatója, ismertetője. Az a lényeg, hogy Kolozsváron is, tehát alapítványok, egyesületek figyeljenek fel, akkreditáltassák magukat, mert megéri fiatalokat kiküldeni, vagy fiatalokat fogadni a munkájuk mellba segítségnek. Az intézményeknek is megéri? Megéri, igen. Mert a fiatalokról is aztán beszélünk, mert megbízom is, amúgy megéri. De igen. az intézményeknek miért éri meg? Vajon? Megéri, mert azáltal, hogy jön a fiatal önkéntes, és ide majd elmondom azt, hogy itt nincs megkötés. Tehát az az egy megkötés, hogy 18-30 év igen. közöttig el legyen. Tehát nem kell tapasztalat, nem fontos egyáltalán, hogy honnan jön, hogy kik a szülei, hogy milyen nemzetiségű, hogy milyen vallású, tehát sőt, ezeket nem kell kérdezni, nem vitatjuk. Talán az fontos, hogy egy nagyon-nagyon picit tudjon angolul, mert amint a riportban is hallatszott, tehát angolul folyik a közös beszélgetés, mert több országból jönnek fiatalok, tehát az a nyelv, amin ők tudnak kommunikálni. Hát ez már alapvető követelmény biztos igen. mindenfelek. Igen, volt olyan is, hogy úgy beszéltünk Skype-on egy önkéntessel, hogy egy barátja beszélt a kolléganőmmel angolul, és amikor megérkezett az önkéntes, akkor egy szót nem tudott angolul, és egy kurd nemzetiségű török fiúról van szó, akivel az elején nagyon-nagyon nehéz volt kommunikálni. Aztán megoldott. De aztán megoldott. Belejött. Jó, igen. Hát ez akkor még külön öröm, hogy megoldódott. Lehet, hogy a szerénysége nem engedi, de én azért megkérdezem, hogy hogyan sikerült éppen önöknek megnyerni ezt a pályázatot? Hát... Tehát mi volt az a plusz, amit önök oda tudtak tenni? Mi 2007 óta akkreditálva vagyunk, és az igazság az, hogy... Tapasztalat? Tapasztalatunk van, mondhatom azt, hogy minden területen, ami ezt az EVS-t érinti. Ezen kívül nem zárjuk el magunkat, tehát iskolákba,
egyetemeken, más városban is voltunk bemutatókkal. Itt nem csak az IVS-t szoktuk bemutatni, hanem a diakóniát és diakónián való munkát, és helyi önkénteseket is toborzunk ilyenkor. Ezen kívül pedig partnereknek tartjuk azokat az alapítványokat, központokat, egyesületeket, akik szintén fogadnak vagy küldenek önkénteseket, és nem zárjuk el magunkat azoktól sem, akik ezt szeretnék. Tehát én azt mondom, hogy bár valóban pályázatokat kell írni, és a pályázatot meg is kell nyerni, és itt, ha aki a jobb, az nyer, de akkor is azt mondom, hogy van bőven hely ezen az úton, és nem ellenfélként kezeljük a többieket, hanem társként. A lényeg az, hogy mindenkihez, akinek fontos lenne, hogy megtudjon erről, tudja meg ezt, hogy mivel jár ez a lehetőség, azt tudja meg. Van egy olyan lehetősége önöknek, hogy hát mondta, hogy beszéltek valakivel, és kommunikáltak előzetesen vele, hogy kiválasztják, hogy akkor szeretnék, hogy ez XY jöjjön, illetve, hogy innen kimehet egy intézményhez? Tehát van beleszólásuk, vagy válogatnak önök? Igen, tehát az ideális az lenne, hogyha nagyon sokan jelentkeznének, és akkor természetesen az szerint válogatunk, ami a mi szolgálati helyeinknek megfelelő. Mondtam, hogy kritérium nincs, viszont a szolgálati helynek, tehát a fiatalnak tudnia kell elsődlegesen, hogy mit szeretne. Tehát mi hozza lángba az ő lelkét, zenélni szeret, akkor olyan helyre kell mennie, ahol például zenélhet, vagy a zenét reklámozhatja. Sportolni szeret, akkor olyan helyre menjen, ahol sportolhat, és a sport által valamilyen pályázatban ő a sportot fogja képviselni. Vagy ha szociális területre akar menni, akkor pedig döntse el, hogy oda szeretne menni. Hát itt szólok megint közben, mert nekem meggyőződésem volt, hogy itt elsősorban szociális tevékenységre van szó. Nem. Tehát sokkal szélesebb a paletta. Bármilyen területre lehet menni, tehát kommunikáció, PR, sport, színház, és a művészeteknek minden, a nagy-nagy skálája, tehát festészet. Ki kell választani, van egy adatbázis, ahol megjelenik minden egyes európai akkreditált szervezet, és kiírják azt, hogy ők milyen helyekre fogadnának önkénteseket. A fiatallal együtt ezt megnézzük, és így választjuk ki. Megírja a motivációs levelét, megírja, elküldjük a CV-jét, és akkor várunk. Na most általában, ahova jelentkeznek, oda el is mehetnek. Mondjuk kivéve Angliát, Angliába szeretnének a legtöbben elmenni, a helyek száma korlátozott, és akkor mindig azt szoktuk, hogy hát próbáljuk meg más országban is, mert nem biztos, hogy az az igazi. Tehát. És akkor egy utolsó kérdés. Romániából az önök segítségével valaki eljut egy idegen országba bizonyos időre, nem tudom, 3 hónap, vagy mennyire? Általában 12 hónap. 12 hónap. Megéri azon kívül, hogy nyelvet tanulhat, új kultúrát ismer meg, tapasztalatot szerez, ez a tapasztalat, mikor visszajön, segíti őt esetleg majd az elhelyezkedésében? Tehát van már ilyen, önöknek ilyen tapasztalata? Biztosan, hogy segíti az elhelyezkedésben, mert megtanul önmaga lenni egy teljesen más közösségben. Volt olyan, hogy például akik hozzánk jöttek, nem tudták még, hogy mit kezdjenek magukkal, és amiután befejezte az önkéntes szolgálatot, utána eldöntötte, hogy itt például a mérői gyerekcsoportban a gyerekekkel foglalkozott, és ő tanítóképzőre ment. Volt olyan, aki nővér lett azután, amiután nálunk önkénteskedett. Volt olyan, aki orvosira ment, és a nagy örömünkre 3 éve ment el, tehát fejezte be a szolgálatot, és most a nyáron visszajött, mert lehetősége van ott praktizálni, ahol akar, tehát Európa Unión belül. Ez egy német lány, és visszajött hozzánk praktizálni, tehát nagyon-nagyon jók a kapcsolatok. Ezért fontos, tehát van küldőszervezet, van fogadószervezet, nagyon-nagyon fontos, és ezt majd holnap elmeséljük, hogy miben, mi a titka ezeknek, hogyan tudunk tehát segíteni. Akkor be kell feljegyezzük, és legeslegutolsó nagyon rövid kérés, hogy akkor mondjuk el, hogy holnap, hol, mikor érdeklődhetnek. Tehát holnap 14 és 16 óra között a Diákművelődési Házban, a 3. emeleten tartjuk ezt a
bemutató, játékos bemutatót nevezzük így. A helyi szponzorunk a Diákművelődési Ház, és ezúton is nagyon-nagyon köszönjük nekik, hogy segítettek. Én pedig nagyon szépen köszönöm Kovács József önkéntes programkoordinátornak, hogy itt volt velünk és válaszolt a kérdésekre, hogy ismertette ezt a rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen, sok sikert a munkájukhoz.